Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kondi György, a miniszterelnök megbízottja. Határvédelem. Azt susogják Brüsszelből a szelek és a madarak, hogy napokon belül valami számlát küldhetnek nekünk határvédelem ügyében. Segítsen megérteni, miről van szó. Itt arról van szó, hogy akiket mi a kerítésen mondjuk átmászik, és elfogunk, akkor azt ugye visszairányítjuk a magyar jogszabályok szerint a kerítés túlsó oldalára, és menekült kéremet magyar területen nem nyújthatja be, hanem el kell menjen Belgrádba, az ottani magyar nagykövetségen tudja benyújtani, mivel senki se üldözi, nyugodtan megteheti. Ez a megoldás, ez nem tetszett az Európai Bizottságnak, kötelezettségszegési eljárást indítottak, amely alapján köteleztek bennünket, hogy ezt a gyakorlatot szüntessük meg. Mi közöltük, hogy ez a biztonság alapja, hogy tehát engedély nélkül, úti okmány nélkül, ismeretlen személyazonosságú emberek erőszakosan, ha áthatolnak a kerítésen, akkor nem jogosultak, hogy leteszik a puskát, azt mondják, hogy kérem, én menekült státuszt szeretnék, na de hát, hogyha hanem csak ezzel... az EU kívül. Ezért a bírósághoz fordult az Európai Bizottság, és a bíróság, az Európai Bíróság meghozta az ítéletét, amit ugyan még nem hirdettek ki, hanem majd 9-e után fogják kihirdetni. Ez azért érdekes, mert hogy vajon miért 9-e után? A választások után. Az igen. Na de én akkor közbe ugye... kell, hogy szóljak, és legyen türelmes ügyvéd most velem, nem tábornok, nem értem. Az Európa Bizottság szerves része az Európai Uniónak, és a szerződésekben arról van szó, hogy ugye a nyílt határok vannak béke idejében, de ezek a határok az Európa Bizottságot, az Európai Unió többi tagállamát is védik, ha jól értem. Így van, ezek a Schengeni szerződés szerint igen, így van, ez akkor, a Európa külső határa. Ez az egyik, akkor hogy van az Európa Bizottságnak, ez az egyik, egy bíróságnak egyáltalán jogalapja tárgyalni? Ugye a bíróság meg a bizottság az két külön intézmény, de ettől függetlenül a nagyon lényeges, hogy a most közelmúltban elfogadott migrációs paktum, abban, ami egészségére, abban az szerepel, hogy nagy hangsúlyt kell helyezni a külső határőrizetén, ezt most hirdették ki, és az európai választási kampányban minden nap, minden Európai Uniós tagállamban az Európai Bizottság pénzéből megy a propaganda tevékenység, hogy már pedig a külső határokat őrizzük, ne idegeskedjetek emberek, most már aztán rendet teremtünk, eddig nem jól mentek a dolgok, de most kijavítjuk. És ezért várnak, mert ez önmagában ellentétes, tehát ha egyszer fontos a külső határ őrizete, és ezt a propagandában minden nap elmondjuk, hogy most az új paktum szerint most már őrizzük a külső határt, akkor nem lehet kihirdetni egy olyan ítéletet, amely alapján megbüntetjük azt a tagállamot, és aki őrzi a külső határt. És utána meg lehet? Hát utána is furcsa, csak addigra már szavaztak az emberek, és akkorra már eldől, hogy milyen összetételű lesz az Európai Parlament, és ennek hatására milyen összetételű lesz az Európai Bizottság. De jogilag nem lehet megtámadni egy ilyen döntést, amiknek késleltetve, bizonyos okok miatt késleltetve hirdeti ki, az amúgy ezt, már kész ítéletek. Ezt nem, mert nem, hivatalosan ők nem hirdették ki, tehát ez csak mi értesültünk erről, hogy ez van az ítéletben. Majd meglátjuk, hogy mi fog történni 9-e után, de az biztos, hogy ha és amennyiben továbbra is ezt a gyakorlatunkat akarjuk folytatni az ítélet, tervezett ítélet szerint, akkor napi 6 millió forintos büntetést kell fizetnünk. Na de tábornok úr, én kérdeztem önt, amikor elmentem Ausztriába, és a magyar-oszták határon osztrák határőr volt, aki a dokumentumot akarta látni, és amikor visszatértem, kérdeztem önt, hogy ezt lehet-e csinálni, és ön azt mondta, hogy országok időnként bejelenthetik az uniónak. Na most... Visszaállítják az belső határon az ellenőrzést, ezt így hívják. Ők visszaállíthatták, és hosszú hónapokon keresztül ezt játszották, aztán időnként megszüntették, hát, időnként... 6 hónapig tönfönthatják, és utána újabb 6 hónapokkal meghosszabbíthatják. Na, én szeretném csak megérteni, és a nézőim, hogy mi bűnt követtünk el, hogy itt majd a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter szerint mi nekünk majd fizetni kell büntetést. Hát megvédtük Európát, Európa külső határa. És emellett láthatóan az európai politika
az Európai Unió vezetői által képviselt politika, akár a orosz-ukrán háború kérdésében, akár a migráció kérdésében, az meglehetősen távol van az európai embereknek a meglátásáról vagy vélekedéséről. De nincs európai politika. Van európai egyezmények, amikor mi beléptünk, aláírtunk szerződéseket. Ez a igaz. Határokat és mindarról, amiről de beszélünk, ön is, szerződések vannak. Ön is, vannak. Meg én is abban a korban vagyunk, hogy visszaemlékszünk arra, hogy hogyan volt, mikor beléptünk. Tehát mi kérem, nem ebbe az Európai Unióba léptünk be, ahol erőteljes hatalmi centralizáció folyik, a tagállamoknak a jogköreit egyre inkább elvonják, egyre több lépést teszünk az Európai Egyesült Államok víziója felé, és egyre inkább szakítunk azzal az állásponttal, amit akkor képviselt az Unió, amikor beléptünk, amikor is azt mondták, hogy az Európai Unió a szuverén, erős államok szövetsége annak érdekében, hogy az összefogásból származó előnyöket, a gazdaság jólétet és a biztonságot garantálni lehet. Na jó, de most nem tábornok, hanem doktor úrnak szólítom. Ön egy jogi végzettségű ember. Én szeretném megérteni, ha mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, csatlakoztunk szerződésekhez, egyenként aláírtuk őket, tudtuk, hogy ezek a játékszabályok. Akkor hogy lehet ezeket a játékszabályokat nélkülünk megváltoztatni? Hát például ez a migrációs paktum, amelynek a nagyobb aktivitása van, hiszen most fogadták el, most szavazták meg, ebben látható, hogy. Tehát ilyen sorskérdés, amely az európai emberek jövőjét, a belső biztonságot ilyen markánsan érinti, mint a migráció, ahol évente 1 millió illegális bevándorló érkezik egy országba, teljesen idegen kultúrkörből. Nem egyhangúan fogadták el ezt, annak ellenére, hogy az Európai Tanács külön döntést hozott, hogy csak egyhangúan lehet határozni, hanem kicselezték, elvitték a belügyi tanácshoz, ahol csak minősített többséggel kell szavazni, és most is az történt a végszavazásnál, hogy két ország ellene szavazott ennek a paktumnak. Ki volt Csehország és Magyarország? Szlovákia és Magyarország. Szlovákia és Magyarország. És akkor jó néhány ország pedig tartózkodott, ez ugye a tartózkodás udvarias nem szavazat, ezzel együtt megvolt a minősített többség, mivel a nagyállamok azok fontosnak tartották, hogy bevezessék ezt az új paktumot, és ezáltal ez megszületett, ezt megszavazták. Épp ezért hiába tiltakoztunk, most ugye utána kezdődött a végrehajtási rendeleteknek a megalkotása. Egy szóval rossz irányba mennek a dolgok az Európai Unió központjába, az eredeti Európai Uniós jogszabályokhoz, szerződésekhez, amit úgy apostrofált, hogy aláírtuk ezeket, ahhoz képest jelentős változás van, és egyre több olyan döntést hoznak meg, amelyik ellentétes az európai emberek érdekeivel. Ha másra nem gondolunk, gondoljunk a háború helyzetére, abba a rémületes fenyegetésbe, ami jelen pillanatban épp tegnap nyilatkozott a magyar külgazdasági és külügyminiszter, és részletezte, hogy milyen háborúpárti hangulat volt a külügyek tanácsába. Tehát ezek ijesztő, és hosszú távon az európai emberek érdekeivel ellentétes folyamatok. Na de az, hogy valaki egy külügyi biztos, és ő éppen utál egy országot, hatalma van neki, lehetősége arra, hogy azonnal gyorssegélyt írjon ki a palesztinoknak, Ukrajnának, amikor nincs erről közös megegyezés? Ezek érzékeny kérdések. Mi általában a magyar érdekből indulunk ki, amikor szavazunk ezekbe az ügyekbe, de mivel leggyakrabban nem szükséges egyhangúság, ezért a szavazatunkkal megakadályozni nem tudjuk, de most például a külügyek tanácsában kimutatást vettek ott elő, hogy hány szerintük fontos döntést akadályozott meg Magyarország egyet nem értése. Tehát mi mindent megpróbálunk megakadályozni azok közül a döntések közül, amely a Magyarország, a magyar emberek érdekeivel ellentétes. Nyilván állandóan és mindent nem tudunk blokkolni, de ez, hogyha látjuk most is a 14. csomag, amelyik az Oroszországgal szembeni szankciókat tartalmazza, most már olyan érzékeny területeket érint, amelyek a magyarországi érdekekkel homlok egyenes ellentétesek, magyar mezőgazdaság termékeinek az eladását akarják megtiltani Oroszországba, vagy akarják akadályozni a Paks 2 atomerőmű kivitelezési munkálatait. Ezek a
az áramellátás, az energiaellátás szempontjából olyan kardinális, fontos magyar érdekek, amelyekkel nem tudunk nem egyetérteni. De engedje meg, hogy pár perccel visszamenjek. Ön egy olyan kifejezést használt, amit én csak futballmeccseken szoktam hallani. Én nem tudtam, hogy a cselezés az egy jogi disztancia, tehát lehet cselezni? Hát nézze, hogyha mondjuk a kötelező kvótákkal kapcsolatos döntés ügyében van egy Európa tanácsi határozat, abban valamennyi állam és kormány fölül ott, és ott eldöntik, hogy ebben a kérdésben, a kötelező kvóták ügyében csak egyhangú döntés lehet hozni, mondja a tanács. Ezt követőleg, amikor a kötelező kvótákat el akarják fogadtatni, akkor nem a tanács elé viszik, mert ott kötelező volna, hogy egyhangúak szavassák, beviszik a belügyek tanács elé. Ahol viszont nincs ilyen kötelezettség, hogy egyhangúság. Csak na de hát ez cselezés, és ezt a szót mondtam. Ismeretlen fogalmaim szerint ez a futballban van. A jogban lehet. Hát mindesetre az Európa tanács által meghozott döntést, és annak következményt kicselezték, mert nem oda vitték, ahova kellett volna. És ilyenkor fel lehet lebbezni, hova? Ilyenkor hát az Európai Bizottsághoz. Ezt megszavazta a belügyek tanács, igaz, hogy nem egyhangulak, hanem minősített többséggel, de ez meg van szavazva. Egy szóval azok a törekvések, amelyek központosítani akarják a döntést, hogy mikor azt mondták, azt kérdezte az egyik amerikai elnök, hogy hát, hogyha Európa vezetőjével akarok beszélni, akkor kit kell fölhívjak, akkor egy időben azt mondták a német kancellárt, most nem tudom, hogy mit gondolnak, hogy kit kell fölhívni. Most Ursulát kell fölhívni, úgy látszik. Igen, talán, vagy épp a francia elnököt. Tehát a lényeg, hogy tehát itt ebben a helyzetben az Európai Unió eredetileg létrejöttekor megalkotott szerepe, hogy összefogunk, és az összefogásból származó előnyöket, a gazdaságot, a gazdagodást, és a biztonságot ezzel elállt garantáljuk. Hát ez ezért jött létre az Unió. Most ez alapvetően változik meg ezzel. Abszolút, ott forog a sírjába. De jogetikailag ezek a biztosok, 90%-uk tudja, hogy a következő fordulókban ők nem lesznek biztosok. Miért kell ilyen nagyon gyorsan átnyomni dolgokat, mielőtt ők megszűnnek biztosnak lenni? Etikus dolog ez? Itt egy együttdöntési folyamatról volt szó, szóval parlament is döntött ebbe, meg aztán az Európa Tanács is, de az biztos, hogy joggal merülhet fel, hogy miért volt az ilyen sürgős ennek a megszavazása, ennek a 9 jogszabálynak az elfogadása. És hát egészen bizonyos, például a belügyi biztos azt mondta, hogy a menekültügyi migrációs rendszerünk, és sajnos nem felelt meg már, na de most megújítottuk. Erről mindig a rendszerváltás előtti időszak jut eszembe, mikor valami nem sikerült sajnos, ugye, akkor mondták, hogy igen, ezt elrontottuk, de most kijavítottuk, és most már rendben lesz a dolog. Most ugyanezt hallom a belügyi biztosok. De 3 hónap múlva új biztosok vannak. Új biztosok vannak. Új országból, új világnézettel. Igen, de törvényszinten ezt most már elfogadták. Tehát ennek azért a bármifajta korrekciója azért nem egy egyszerű történet, hiszen egy együttdöntésről, a parlament, a tanács és a bizottság együttdöntéséről van szó, de kétségtelen, hogy abban az esetben, ha az Európai Parlament összetétele megváltozik a 9-i választások hatására, és nem egy baloldali liberális nagy súlyú többség alakulott ki, hanem egy erőteljes, szuverenista, nemzeti, konzervatív pártcsoportosulásnak döntő szerepe lesz, ebben az esetben azért az európai érdekérvényesítésben változás következhet be, és hát ezért dolgozunk, hogy ez így történjen. Na de nekem meg úgy tűnik, javítson ki, hogyha hülyeséget gondolok, minthogyha örültek volna, hogy megszabadultak Angliától, és most a renitensektől is nagyon szívesen megszabadulnak, csak nem mernék kimondani. Hát ezt így nem mondják, de arról már beszélnek, hogy meg kell, sőt aláírás gyűjtöttek a Európai Parlamentbe, hogy megakadályozzák a magyar Európai Uniós elnökséget, vagy hogy felfüggesszék Magyarországnak a szavazati jogát. Ezek azért azt jelzik, hogy a liberalizmus által hirdetett nagy-nagy tolerancia és véleményszabadság azért egy kicsit csorbát szenved, hogyha az általuk fontosnak tartott ügyekben valaki ellent mert mondani, megint csak a tegnapi külügyi tanácsülésre hivatkozok, amikor a háborúról volt szó, hogy Magyarország mégis veszi a bátorságot, hogy nemet mondjon, amikor úgy gondolja, hogy ez fontos nemzeti érdekeket. Na de tegnap éjszaka azt mondta a NATO főtitkár,
hogy a NATO ugyan átadott Ukrajnának fegyvereket, illetve a NATO tagállamok, de azok ukrajnai fegyvere, Ukrajna fegyverei, és NATO tagállamok katonái nem lépnek Ukrajna területére, nem oktatnak, nem kezelik ezeket a fegyvereket, mert ebből komoly bonyodalom lehet. Emlékszik ön is vissza, hogy az első időszakban hogy kezdődött, szállítsunk sisakot meg golyóálló mellé, igen, aztán már puskát, aztán ágyút, aztán rakétát, aztán repülővadászbombázókat. Most például már azon megy a polémia, hogy hát küldjünk például csapatokat oda a belorusz határa, és ott váltsuk le az ukrán erőket, hogy azok át tudjanak menni az oroszok elleni küzdelembe, vagy hogy a kiképzést, amit eddig külföldön folytattunk, tehát Európába kihoztuk, vagy Amerikába az ukrán katonákat, és itt képezték ki őket, hát Magyarország kimaradt ebből, vagy például eddig korlátoztak azok az államok, akik fegyvert szállítottak Ukrajnának, hogy orosz célpontokra lőhessenek. Most ez, amit ön is említ, ez ugye azt jelenti, hogy akkor most már adattuk, akkor ez most már ukrán fegyver. Most már lőhetnek. Nyugodtan lőhettitek. Megvédhetik tehát magukat, lépésről lépésre közelebb kerülünk a NATO, illetve a NATO tagállamok és Oroszország fegyveres konfliktusához, amelyik hát rémisztő következményekkel fenyeget Európa szerte, sőt világszerte. Hát azt hittem, hogy nagyon jó híreket fog hozni nekünk, mert rég nem láttam. Most viszont aggódom. Kedves nézőim, önök ne aggódjanak, aggódjanak hazánk vezetői, megpróbálják megoldani a problémát. Háború akkor van, amikor elkezdődik, ne készüljenek a háborúra, de egy-két rakéta tévedésből ide repülhet. Bízunk benne, hogy ez nem történik meg. Csak tévedésből? Most az oroszok válaszoltak erre a... Most már orosz célpontot is lehet lőni mondjuk német, francia vagy amerikai fegyverekkel, miszerint legitim célpontnak tekintik azokat is, akik beszállítják, illetőleg ha csak mondjuk a legújabb elgondolást megvalósítják, hogy mondjuk Lengyelországból, lengyel területről lőnék le az Ukrajna légterébe megjelenő orosz rakétákat, akkor ez egy konfrontációnak egy olyan közeli stádium. Tudja azt, hogy amiről mi beszélünk, ez Európa légi közlekedését is azonnal megszüntetheti? Természetesen. Ki az az őrült, aki enged felszállni polgári repülőgépeket? Ebbe a térségbe. Ebbe a térségbe. Így van. Tehát akkor előbb-utóbb egész Európa halálra van ítélve. Előbb-utóbb tovább élesedik a helyzet, ezért kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy a békepárti magyar politikát minél határozottabban érvényesítsük Európa szerte. Ki az a német autógyár, aki fogja a kamionjait engedni, hogy vigyék az árut, amikor nem tudni, hogy melyik eltévedt rakéta lövi ketté azt? Hát Ukrajnát már eddig is kerülik ezek a szállítmányok, tehát a jelenlegi helyzet még kezelhető valamelyest, de kétségtelen, hogy az a háborús veszély, ami fönnáll, az minden egyes magyar polgártól is, és minden egyes európai polgártól is döntéseket követel a most következő. Mindennek ellenére egy nagyon liberális ember, mondjon valamit az embereknek. Mit kell ilyenkor csinálni? Imádkozni? Elmenni? Szavazni? Vagy mit? A szavazást nagyon tudom ajánlani, és aki úgy gondolja, hogy az ima is segíthet, az nem hátrány. Na de az ég szerelmére 2024-et írunk. Gyerekeink vannak, unokáink vannak. Azt hittük, arra tanítottak minket, hogy vége most a második vége. Világháborúnak. Akkor miről van szó? Akkor arról van szó, hogy 2024-ben ezt a téves, súlyos, téves politikai döntések sorozataként közel kerültünk egy újabb világégéshez. Erről van szó. Nem hisztériát keltünk, sajnos ezek a tények. Bízunk benne, hogy a híradóinkból kiderül majd, hogy lehet, hogy lesznek változások, dolgoznak rajta a politikusok. Köszönöm, hogy itt volt nálunk, és visszavárjuk az elmúlt szűk negyed órában dr. Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök külön megbízottját látták és hallották. Tartsanak velünk!